Hát nézd meg, hogy egy kicsi felhő van, és az is a napot elviszi. Hát hogy van ez? Süss fel nap, fényes nap. Kerted alatt a csapikák megfagyannak. Na, szerusztok, drágoságaim! Itt vagyok Krefeldbe. Rá pipantottam egy pipára. És azon gondolkodtam, hogy... Erős hideg szél fúj, de ha ide a padra leülök, ebbe a kicsi parkba, és a nap megütközik, hát kellemes meleg van. És így egy kicsit tudok elmékedni az életről, magamról, a mindenről. Nagyon nagy dolgokra jöttem rá, de ezt nem arrugatom nektek el. Inkább beszéljünk erről a házról, nézzétek meg. 9-es számot viseli, tehát lakják. Tetszik-e nektek? Már nekem nagyon. Már csak azért is, hogy itt Németországban egy életet kell dolgozni. Neked és egy életet a szüleidnek, hogy ki tud fizetni a lakást. Hát körülbelül így. Na, van baj elég. Amúgy jöttem egy barátom után. Itt van a Rajna partján a hajón, és el kell vegyem. És olyan izgatott voltam, azt mondta, kettőre üljek, de én már 12-kor indultam, már úgy untam otthon, mint a kutya, melyik 9-et kölykezett. És mondom, hogy megyek. Megyek egyet. Tekergőbe nézek szét itt Krefeldbe. Hogy mi, merre, hogyan. De érdekes. Vannak érdekes 1700-as évekből levő házak. Ami aztán tényleg azért csodálatra méltó. Hogy fennmaradtak ezek a házak, nem? Na, rövid eszmefuttatás. De olyan jó szórakozok. Sokszor ugye elgondolkodtam, hogy ugye ez a, van ez a karnevál, itt egy nagyon nagy szokás ilyenkor, hát mondjuk ezek agyon isszák magukat, az nekik a karnevál, és én mindig mondom, hogy hát nem kell bócnak öltözzem, mert egész életem a viccről szól, meg a bóckodásról, tehát miért kellene én a karnevált egy napra leszorítsam, mikor egész évben élvezhetem. Na és így vagyok vele, és arra jöttem rá, hogy nagyon kevesen vagyunk, akik hasonló életvitelt visznek, vagy szeretnének vinni, vagy élnek, hogy mondjam úgy. Ezért néha úgy érzem, hogy magányos vagyok, de igazából az egyedül lét az nem egyenlő a magányossággal. Tehát inkább egyedül vagyok, mint hogy magányos, mert én nagyon jól el vagyok így is. Persze ugye az ember az társas lény és szereti a társaságot, de elhiszitek-e, hogy hívtam valakit magammal, nem jött. Még felhívtam valakit, az azt mondta, hogy kettszerbe fele tudunk találkozni. Így elindultam Krefeldbe. Hát mit csinálj? Hát nem maradtok azért ilyen hosszú időben. Na, ez az élet. De attól eltekintve gyönyörű. És szépen süt a nap. Nézzétek, milyen csodálatosan. Odafent. Mondjuk azért 4-5 fok van, de bírható. Na, ha tetszik a Big Fish csatorna, iratkozz fel a csatornára, és nyomja a véleményt is hozzá nyugodtan, mert azért van. Na, puszi felhő, a felhő mellő, szárusztok!